Haliho emberek, itt vagyok a 2440 a Snapshattal. Először is csinálok egy új világot, a neve mondjuk legyen az, hogy Pél Garden, és most egy fontos rész jön. Itt erre az Experiments gombra kell kattintani, nem tudom, hogy magyarul azt hiszem kísérletek, és itt ezt a Winter Dropot onra kell kapcsolni, és akkor Dan, ja meg kreatív mód, na bum, itt vagyok egy uncsi sima erdőben, fúj, fúj, nem ez kell nekünk ma, itt nincs semmi új dolog, beírom most, hogy per locate biom, és akkor pél garden, oda is tépézek, hát itt vagyok a föld alatt, szuper, na akkor, Hoppá, hoppá, itt is lennénk. Nézzétek, hogyha bemegyek ebbe a biomba, akkor az ég milyen lesz. Eléggé spooky. És ez a biom a sötét erdőnek a variációja. Mellette is generálódik. Reggel nem látok itt egy állatot se. Szóval itt az állatok nem spónolnak. És van itt, kérem szépen, sápat moha. Ebből pedig lehet szőnyeget készíteni. Itt is van, és... Ránő itt a földre, csontporral jobb kliklek rá, akkor megnő. Aha, nem lehet már nagyobbá növeszteni. Elég kár. Itt van még ez a lógó sápat moha. Ezt is lehet növeszteni a csontporral, viszont láthatjátok, hogy erre nem lehet felmászni. És itt az új fa. Elég szép ez a rönk textúra. Nekem nagyon bejön. Itt van a kérkezett rönk. Itt a deszka, a lépcső, a lap, kerítés, kapu, ajtó. Az ajtó rohadtul szép. És ugye itt a hajó, még itt a nyomólap és a gomb, tábla. Szóval új fa, új építmények, meg minden. Ebben a biomban új hangokat hallatunk, amik a blokkokból jönnek, mint például a mohából, az indából és a fából. Szóval itt új ijesztő háttérzajok vannak. Csinálok egy kis estét, Júj, ott is van a Creaking. Na ugye őt nem tudom megölni karddal. Máshogy kell, hoppá, itt egy zombi is. Este spawnolnak meg itt ellenséges mobok. Hú, de ijesztő vagy, te gyerek. Na és akkor itt a szíve ebben a fában jelzés, is, amikor megütöm. Na nyugi. És akkor... Szépen felépítek ide aztán valahol itt kell legyen, és itt is van a Creaking Sieve, amit most gyengéd érintéssel kiütök. És milyen jó hangja van már. És itt a kezemben deaktiválódott, valamint a Creaking elpusztult. Itt van még egy. Egyébként, ha felveszek egy faragott tököt, akkor egyfolytában támad engem. Szóval, hogyha akartok egy kis nehezítést, akkor itt van. Na itt vannak a zombik is, de jó, takarodjatok. Megölőni se tudom. Na, apádat. Gyere egy selfie. Jaj, ne bánts már, jaj, geca. Creeper. Hát ezzel a csávóval ne selfiezni, így. Na gyere. Ó, jaj. Hát egy szívet sebez páncél nélkül, ahogy láthatjátok. Jaj, de agresszív vagy. Na akkor kiütöm a szívedet, ha nem bánod. Hol is van? Eléggé gyors, mondjuk. Ja, itt van még egy. Na már van. Jaj, de jó. Jaj, de fan. Még egy creeper. Jaj, segített a creeper. Hát itt vannak a szívek. De kedves. Na, köz szépen, creeper. Nem kell, kivágjam a fát. És akkor még, jaj, még jönnek, jönnek. Egyfolytában. Na, ha sem ki. Istenem már. Na, léci, Pieles, ne jöjjetek most. Miatt tököm van már, hát... Itt van az egész brigád. Ott is jön egy creeper. Na jó, hát ez így, eléggé mókás. Na. Oké, okay, most meg lesz, meg lesz. Tudjátok mit csalok, felépítek aztán. Csá. Egy kis szívműtét, hoppá. Hát nem sikerült jól. Itt is van egy. Helloka, merre van a szíved? Aha. Ja itt még folytatódik. Creeper, oh man. Ott is egy, miattök Ja itt van egy. Egymást lőjétek már meg, PLS. A zombit, ez az. Na most akkor ők küzdenek. Jaj, meg itt még a creaking is itt van. Egyébként. Uhha Még több zombi, de jó! csont is, de jó! Pók is, na jó! Na már lassan reggel lesz, szóval... Time is at night, na akkor itt a szíve ebben a fában. Na álljál le szépen. A csónakba nem ül bele a kréking, szóval láthatjátok, hogy nem lehet beleültetni. Na, ő meg beleült itt szépen. Látjátok? nem ül bele. Viszont ások itt egy gödröt, és akkor ennyi vagy. Így még meg tud ütni, viszont kimászni már nem tud. Na hoppá hoppá, ki is ütöttem. Na még őt itt kivégzem. Ah, ezek a csontik már. Hát komolyan mondom. Jaj, hello. Na, oké, okay, akkor megkerüllek. Jó, jó, jó. Na, Csá. van nálam itt egy csemete, amit ugye a levelekből lehet kapni, és egyet nem lehet így külön megnevezteni, hanem kell hozzá még három így, és akkor így már megnő, és nő itt még mellette moha, és ugye a mahát még lehet növeszteni. Halloweenre eléggé hangulatos ez a fa. Ha szeretnétek egy házi krékinget, akkor van rá lehetőség. Kell egy ilyen rönk, amire kell egy szív, és a szívre kell még egy rönk, és aktiválódik. És ugye este pedig meg is fog jelenni a kréking, ott is van. És ha megunjátok, akkor a szívet kell itt kiütni, nem a fákat, hanem a, szívet. Boom, és el is pusztult. Ilyen egyébként a spontolyása, ő együtt és kézzel, mivel nincs hozzá szív. Szóval, amiket spontolyással idéztek le, azokat kézzel simán meg lehet ölni. Boom, reggel egyébként a Creaking Disponol. De ha tojással idézitek meg, akkor megmarad reggel is, szóval így tök jól el van a napon. Aztán egy kis érdekesség, az Illager-ök félnek a creaking szóval láthatjátok, hogy elmenekülnek, még a Ravager is. Illetve még az Illusioner is elmenekül előle. Itt van. Hoppá, hoppá, hogy elfut, de az állatok meg a falusiak el vannak mellette. Nem menekülnek el. Elég érdekes. Nézzük akkor ki győz. a Warden vagy a Kriking. Hát lássuk. Először is kiszimatolja a Warden a Krikinget, aztán lassan már megtámadja, ha minden igaz. Aha. Na. Hoppá, kapta. Viszont, hogyha a Krakingnek van szíve, akkor a Warden nem lesz képes megölni. Szóval támadja, de hiába. A Kraking tűri. Ezzel igazából a Warden figyelmét el lehet terelni. Ha elnézek, akkor hátra tudja lökni a Krakinget. Viszont most disponolt, mivel kiment a szívnek a kréből. 32 blokkal arrébb a kréking nem mehet, ha elmenne akkor diszponol. És ugye a szív idéz még egyet. Egyébként a kréking nem idéződik meg a netherben és az endben. Szóval itt a szív, de sehol a mob. Na de sponeggel pedig itt is van a barátunk. Szóval akkor el is köszönnék itt mellette. Hoppá, itt mozog közben. Nem menj el. Na akkor köszöntöm szépen a figyelmet emberek. Sziasztok!